Üdvözlök, ismételem mindenkit! Tehát felséggel látható, hogy mit is csinálok. Felséggel. Semmit nagyon nem csinálok. Itt az a lényeg, hogy semmit. Sem. Szóval időben nem szabad tévét nézni. Se egyéb más multimédiás tartalmakat. Mind-mind káros az egészségre. Nézve! Gondoljanak bele, mennyi sok időt elvisz a mások való nézegetés. Nem csak itt a 20. századi tévékészülékek, nem maga az interneten való streamek, videók nézegetése, egyéb más, ami leköti a figyelmet, butít, nem dolgoztassa az agyat, egyszerűen lebutulnak. Nem ugyanaz, mintha mit csinálnak, dumálnak, vagy olvasnak, az ugyat adja, az tréningeztetve van, hanem ha nem, csinálják, hanem csak állandóan más néznek, tévét néznek napi szinten, egyszerűen elbutulnak. Tönkreteszi a szemet, minden egyéb más, mindent például, szem, elhízás, depresszió. Hát, mind-mind erről az ördög tehet. Mert az ördög maga a tévénézés. És aki a tévét néz, az a pokolba bír jutni. Ez nem vicces. Az ördögnek a műve, azért lesztek egészségtelenek, depressziósak, elhízottak, egyéb más problémákat okoz. Ha önnek van annyi akarat ereje, megfogja és kidobja a tévét a szemétben. Én megbízok önökben, hogy kidobják a tévét. Le tudnak szokni a kábel nézésről, vagy egyéb más tévénézésekről. Műholdasokról, egyéb másról. Megbízok magukba, hogy képesek rá. Maga a tévé olyan, mint a méreg. Kábítószer. Hát nem éppenséggel, kevesebbet tesz tönkre a kábítószer, mint maga a tévé, nem csak a tévé, hanem az újabban ilyen telefonokon, laptopokon, tableteken, egyéb más multimédiás eszközökön nézegetni videókat. Mind-mind káros. Nagyobb veszélyeztetét okoz, mint a kábítószerek, meg a füvek fogyasztása. Jobban járnak, ha fizetni kezdenek heti vagy hónapi szinten, minthogy ilyen butított tartalmakat néznek, elhitetéseket, manipuláltatásokat, egyéb más mindent. Köszönöm a figyelmeteket, szevasztok!